Ha a határ mellett szület, vagy csempész vagy, vagy finánc. Nekünk szegedieknek, akiknek a kádár paradicsomból kis határ volt a titó paradicsomba szabadkáig, adott volt az egzisztencialista szabad választás, vagy-vagy. Hát persze, hogy csempésztünk, de nem cigarettát, embereket, vagy kápszert, mint manapság. Cigaretta volt, hogy milyen azt hagyjuk, nekünk megfelelt. Ember volt, kábszernek maximum a jugóban mindenhol kapható tiszta szesz minősült, de abból egy-két liter csimán is áthozhattál, és csinálhattál belőle iszonyú eszenciákkal, úgynevezett rúmot, úgynevezett pálinkát, likört. De mi persze nem azért mentünk Jugoszláviába, amely gyorsan elmúlt, mint Csehoszlovákia, hanem elsősorban Farmerért, amely a kádári édenből megbocsáthatatlanul hiányzott. Négyen mentünk, a szegedi NB1-es csapat, még volt ilyen, focistájával, övé volt a kocsi is. na, na. Az ottani olasz piacon vettük a farmert, a jugók olaszországból csempészték, aztán a határ közelében, talán Zentán, egy néni négy olyan takaros csomagot csinált belőle, hogy bármelyiket kinyithatta belőlük a finansz. A benne lévő áru értéke a határon mozgott, mint mi. Nem csináltuk gyakran, és ártatlan pofánk volt. Na de kinek a csomagját nyitotta fel a vámőr? Az enyémet. Csak rápillantott, és egyedül a könyveket és az új szimpózion számait érintette meg, aztán legyintett. Én ugyanis, közülünk egyedül, nem csak a farmert, hanem eszméket is csempésztem, na meg az avantgárdot. A csempészek mindig újat újatokat keresnek és találnak, de ha betűt a finansz nem tartott, de a betűt a finansz nem tartotta semmire. Az már csak részletkérdés, hogy a focista nem Szegeden adta el az árut, hanem egy miskolci haverjának. Borsodban majdnem aranyáron lehetett elpasszolni. Nem csináltunk szokást belőle, de hogy Lajoska, aki ötven volt vietnámi papucsban, kis határ átlépővel lepattant és Olaszországba úszott, onnan Hollandiába távozott, majd meg sem állt Honoluluig, a magam részéről felhagytam a csempészet gyönyörű és jól fizető és adómentes foglalatosságával. Pedig a nagy hajós népek, a portugálok, a spanyolok, az angolok mind csempészek valának. A csempészet tulajdonképpen a kereskedelem egyik kevésbé reklámozott ága. Nem sokan tudják, az egyik legnagyobb hajós nép a kínai volt, de az egyik császár túl veszélyesnek találta a zsiráfok, a feketék, a bölények és az indiánok küllemét. Náluk a hunoknak volt kis határátlépőjük, akik iszonyú felvásárlásokkal próbálták kitabogatni a középső birodalom erejét. És eljött az idő, amikor egy Európába csángált barbár nép, nem egy Sziungnu, hanem egy Jáli, vagyis nem egy hun, hanem egy magyar lépett kínai földre. Rossz magam. Mindenki sznobb valamiben, én legalább bevallom, hogy a kínai nyelv és kultúra párhőnője vagyok túl későn kezdtem hozzá, hogy életemben ezen a téren már többre vigyem. 1988 nálam az utazások éve volt az első nagyregényem után, kínai csavargásaimról itt-ott írtam már, de most csak délnyugat Kínára és a Litiang Liliang folyóra koncentráljunk. A természetnek itt olyan iszonyatos ereje van, hogy egy nap alatt annyit pihensz, mint másutt egy hónapig és az egyik partmenti kisvárosban egy halálfej küllemű vénységet követve véget nem érő kínai hátsó udvarokon át egy fás színben, egy 25-ös égő fényénél megpillantottam olyan fém, fa és porcelán műtárgyakat, utóbbival próbálkozni se érdemes, csak ha hazáig kézben viszed, amelyek közül sok régebbi volt, mint Magyarország. Ne menjünk bele a dinasztiákba, mármint a kínaiakba. Akkoriban még minden eredeti volt, nem érte meg hamisítani. Egyszerűen felvásárolták a tűzből mentett buthákat, kisebb oltárokat, mindent, ami túlélte a kulturálisnak nevezett forradalmat. Még nem hamisítottak a kínaiak, az egyik legügyesebb kezű nép a világon. Ma már ők gyártanak hamisat, eredetit, mindent. Vagyonokat lehetett volna keresni akkor, ha tudtad, hol van például egy bicikli kölcsönző, teherautó pihenő, dzsunka kikérő, stb. délnyugat Kínában. Hogy nem kerestem vagyonokat, annak volt egy igen alapos oka. A túlélt halálok közül a második, amely éjszaka egy kivilágított luxushajón várt rám a világ egyik legszebb vidékén. Épp a kínai sakkot tanultam idegenvezetőmtől, aki Magyarországon végzett fociedző volt, és túlélte az európai új baloldal által kulturálisnak hit forradalmat. Úgy tanította, hogy kell, vert, mint a régi császárok hóhérai az üvegbúrát, amelybe a halálra szántat zárták. Engem pontosan az üveg mentett meg, mert egyszer csak Pont a halántékon magasságában koppant egyet, és egy légpuska sörét pottyant a táblára. Őrült kiabálásba kezdett csak oktatóm, alig tudtam lebeszélni róla, hogy a kapitányt hívja. Elképzeltem a sötétben azt az éhes és dühös embert, aki a legtestesebb, nagyorú fehér ördög, kínaiulta tapidze pofáját látta a kivilágított dőzsölésben, és meghúzta a ravaszt. Nekem is volt légpuskám odahaza, konzervdobozokra lőttem vele. Ad ide, mondta a kínai sakedzőm, az ólom darabra mutatva, azt már nem mondtam. Nekem szánták, ez az enyém. Ma is megvan egy fiók mélyén. John Steinbeck, a kedvencem tőle a hat hét alatt megírt Ezáli Légy című regénye, amin egy szót se változtatott. Egy lelki bootlegger, az egyik legnagyobb amerikai író írta, hogy ő sosem csempészett semmit, de akkor miért szorul össze a gyomra, ha a vámhoz ér? Butlager annyit tesz, mint csizmás lábú. Az amerikai alkoholtilalom idején csizmákba tett lapos üvegekkel is csempészték a szeszt. A lapos üvegek mai formája azért követi hagyományból a lábvonalát. Itt tegyünk pontot egy olyan mondat végére, amelyet úgysem lehet befejezni.